A Magyar Kultúra Napján a Szekszárdi Művészetek Házában a Szekszárdi Madrigálkórus és a Szekszárdi Kamarazenekar adott közös koncertet. Az ünnepi program megnyitójában Gyurkovics János a himnusz születésére és Kölcsey Ferencre emlékezett. Nem is sejtettem, hogy abban az országban, ahol épp sötét felhők gyülekeztek a magyarság regén, egykoron ez a 8 verszak és annak is különösen első szakasza a magyarság összetartozásának legfőbb szimbólumává válik. Nem hihette, mert azok a napok, amelyben művét megalkotta, nemigen adtak okot optimizmusra a magyarság jövőjét illetően. Így nem is a jövőbe vetett hit, hanem a nemzetféltés, a nemzetpusztulás félelme sugárzik e nagybecsű sorokból. Jobbágy Valér Karnagy a Magyar Kultúra Napjáról szólva azt mondta, része az európai kultúrának, és minden kiemelkedő alkotásával annak gyökereiből táplálkozott. Számomra ezzel kapcsolatban a legfontosabb a magyar kultúra beágyazottsága az európai kultúrába. Mindenki, aki jelentőset alkotott, akár zenei, akár irodalmi vonatkozásban, és itt a 20. század legnagyobb, legjelentősebb költőire, zeneszerzőire gondolok, az hihetetlen sokat merített az európai gyökerekből, zenei vonatkozásban, a 15.-16. századi gyökerekből, a 18.-19. századi gyökerekből, a századfordulós gyökerekből, hát nézzük meg a festészetet, költészetet, mindent. Számunkra ez a kapcsolódás, ez hihetetlenül fontos. Mindazok, akik európai kitekintéssel bírnak, és akik nem csak a határon belül, de szerte Európába, Amerikába, Ázsiába megfordulnak, azok lépten nyomon tapasztalhatják azt, hogy a 20. századi magyar zene sok vonatkozásban azért különb az egyéb európai zenéktől, mert ezt az örökséget, ezt fölvállalja. Pakson a Csengely Dénes Kulturális Központ színház termében tartották a Magyar Kultúra városi ünnepségét. A kultúra megőrizés megújít, személyeket átjáró közösségeket és maradandó értékeket teremt. Wolfhard Pannenberg filozófus ezen szavait idézve köszöntötte a jelenlévőket Szabó Péter polgármester. Éppen Kölcsey kora, a reformkor mutat rá az idézet igazságára, hiszen a 19. század elején Magyarországon sok minden veszni látszott. De a változás és a későbbi megújulás éppen abból indulhatott, hogy őseink ragaszkodtak nyelvünkhöz, melyet a későbbi évtizedekben jelentősen megújítottak. Megőrizték népzenénket, melyet bő egy évszázaddal később Kodály, Bartó, Bárdos méltán világhírűvé tett. A városban 2004 óta két évenként ezen a napon adják át a Paks kultúráért kitüntetést, melyet idén Mádi Magdolna vehetett át. A Tűzvirág táncegyüttes vezetője gyerekkorában találkozott és ismerkedett meg a néptánccal. A mai napig fontosnak tartja, hogy a magyar gyerekek, fiatalok közül minél többen ismerjék meg ezeket. Úgy érzem, hogy ez a város nagyon sokat tesz a kultúráért, a Tűzvirágért rettenetesen sokat tett. Kívánom, hogy Paks nyüzsgő kulturális hatalom legyen, továbbra is ez legyen, amelynek polgárai nem ragadnak bele egy felszínes, olcsó, silány súlykultúrába, hanem egy mély, értékkel ismerő, értéket tartó és ápoló városnél. Köszönöm szépen! Mádi Magdolna élete 1980 óta kötődik Pakshoz. Ekkor alakult az első néptánccsoport, melyből néhány év alatt egy többkor csoportból dolgozó, komoly szakmai színvonalat képviselő táncegyüttes lett, melynek neve a Tűzvirág azóta Pakson fogalommá vált. A kultúra nem bagatel, a kultúra az anyatej. A kultúra nem legyező, a kultúra a levegő. Pataki Dezső igazgató Müller Péter Sziámi idézetet segítségül hívva köszöntötte a Dunaföldvári Művelődési Központban összegyűlt ünneplőket.
A településen 2007 óta ítélik oda ezen a napon a Dunaföldvár kultúrájáért elismerést, melyet idén ketten is kiérdemeltek. A Levendula Művészeti Iskola igazgatója Molnárné Miklán Jolán néptáncpedagógus és a Dunatúra Egyesület elnöke Vicsik Bogárka vehette át a kitüntetést. Ők állandóan szervezik tulajdonképpen ezt a zöld életet, meg a túrázást, vigyázzák a természetet, és tulajdonképpen a természetnek a megőrzése, a természetjárás, az egészséges életmód, az is egy kultúra, az életünknek egy kultúrája. A másik pedig a Jolika Levendula Művészeti Alapfokú Iskolának a vezetője, ő pedig azokat a kultúrákat őrzi meg, és tanítja, és próbálja megőrizni az elkövetkezendő évtizedeknek a gyerekeken keresztül, amelyet valamikor az elődeink táncoltak, néprajzban megőriztek. Dunaföldváron a díjátadás után, csak úgy, mint Pakson, Szabó Balázs és Vecsei H. Miklós, Szívárnyék, Pilinszky János Két hangon című előadását nézhette meg a publikum. Nincs többé szó, nincsenek lények.